Soron kívül ellenőrzik a hírközlési berendezéseket az árvíz sújtotta területeken. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a szolgáltatók szakemberei a föld alatt és a levegőben futó kábelek, valamint légi vezetékek állapotát vizsgálják, figyelik az internet és mobil szolgáltatás minőségét, és mérik a rádióműsorok vételi lehetőségeit is. Ez az oszlop látszik, ez egy árvíz után kapott egy kis nyomást, valószínűleg ez megdőlt, ez helyreállítás fog igényelni. A Győrmoson Sopron megyei Kun-sziget árterében kezdődött az ellenőrzés. Az itt húzódó kábel 1000 előfizetőt szolgál ki. Ez az optikai kábel, amit keresztül alatt Kun-sziget területén, ez két településbe biztosítja a kábeltévét, a telefon, internet és digitális szolgáltatást. Helyreállítási munkákat a árvíz levonulta után szerintem egy-két héten belül megpróbáljuk elindítani. Itt látszik a vételi szint, ami a mobiltelefonokon van. A mobil szolgáltatást is ellenőrzik a szakemberek, a térerősséget ezzel a készülékkel mérik. Ebben a kocsiban pedig a rádióműsorok vételi lehetőségeit vizsgálják. Az ellenőrzéseket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a szolgáltatók közösen végzik. Ellenőrizzük a hírközlési infrastruktúrák működését, a légvezetékeket, a föld alatti vezetékeket annak érdekében, hogy meggyőződjünk arról, hogy a területen érők minden hírközlési és médiaszolgáltatáshoz hozzájutnak. A szakemberek a Duna mentén haladnak tovább. Győrmoson Sopron megye után Komárom-Esztergom, majd Pest megyében folytatják az ellenőrzéseket.